Tegnap este kigyulladt egy autóbusz Marosvásárhelyen. A helyi tömegközlekedési vállalata a partnerségben álló cég járművén nem tartózkodott utas. A tüzet vélhetően üzemanyag szivárgás okozta. Ezek a fényképek tegnap este 23 óra 30 perc körül készültek, amikor a Maros Szent Király irányából visszatérő autóbusz kigyulladt a szabadságúton. Ezeket a felvételeket már a tűzoltóság készítette perceken belül eloltották a tüzet. Hivatásos tűzoltók szálltak ki a helyszínre, ahol azt tapasztalták, hogy az autóbusz motorházából hevesen csapnak fel a lángok, és veszélyeztetik az egész járművet. A tüzet hozzávetőlegesen 5 perc alatt oltották el. A tűz valószínűleg hőhatására keletkezett a kipufogó cső fölötti üzemanyag szivárgás miatt. Nem ez az első alkalom, hogy a Marosvásárhelyi tömegközlekedési vagy a Sziletina vállalat valamelyik autóbusza kigyullad. A gépjárműparknak ugyanis több mint 70%-a már kiöregedett autóbuszokból áll, mondja a Tatár Béla igazgató. Ilyen típusú buszok teszik ki a vállalat, parkjának 70-80%-át. Évjárat szerint. Van 20 darab, amelyik 2016-os, a többi ez a kategória. Más nem volt. Most várjuk, hogy jöjjenek újabb buszok, hogy vegyenek, de tulajdonképpen ebben a parkban dolgozunk, ezt a parkot tartsuk életbe, a parkkal. igyekszünk kiszolgálni minél jobb a Korábban a városvezetés új autóbuszok vásárlását jelentette be, de nem tudni, hogy valójában mikor állhatnak ezek forgalomba. A legoptimistább forgatókönyv szerint a nyáron várható a leszállításuk. Az msnews.ro portálok nyomozó csoportjának ma megjelentetett cikkében arról írnak, hogy a polgármesteri hivatal 41 darab Isuzu City Sport típusú autóbusz vásárlására kötött szerződést 190 ezer eurós árban, holott egy dániai forgalmazónál 40 ezer euróval olcsóbban 150 ezer euróért lehetett volna beszerezni hasonlót.